A Nagykörútról akkor én mondanék pár szót az elején, lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz, mint pár szó, de készültünk nagyon-nagyon sok adattal, és valószínűleg érdekes. Ha megengeditek, egy kicsit távolabbról indítanék a Nagykörúttal kapcsolatban. És nézzük meg azt, hogy Magyarországon hány embernek van kerékpárja. Nagyon meglepő, 2 évvel ezelőtt készített a Magyar Kerékpáros Klub, a mediánnak csináltattuk az Aktív Magyarország támogatásával egy reprezentatív közvéleménykutatást, egy országosat, most csináljuk a második változatát, vagy felvonását, és még azzal nem tudok adatokkal szolgálni, de 2 évvel ezelőtt a lakosság, a felnőtt lakosság 84%-a számára elérhető volt az Magyarországon, hogy kerékpározzon. Ugyanez az adat 67% volt Budapesten, és 50%-a a felnőtt lakosságnak rendelkezett kerékpárral. Tehát, hogyha járt valaki idén tavasszal egy bringaszervizben, és látta, mekkora sorok vannak, akkor abból feltételezheti, hogy ez a szám megnőtt, és ebben a gyerekek még nincsenek is benne. Úgyhogy nagyon jó helyről indulunk, nagyon jó bázisról indulunk, nagy lehetőségeink vannak abban, hogy kerékpározzunk. És ezt már ugye rengetegen felismerték, ezt mindannyian tudjuk, a 2000-es években volt egy nagy bringaboom, ez eljutott valameddig, igazából a szubkultúrából, a kis futárok és az ő barátaik közösségéből, környezetvédőkből, sportolókból kinőtt egy mozgalom, ami elérhetővé tette, egy opcióvá tette, hogy a legtöbbféle ember kerékpárral közlekedjen. De ez elért egy nagyjából üvegplafonig, azt vehettük észre a statisztikákból. Az utóbbi években nagyon lassan növekedett a kerékpározás Budapesten. Idén tavaszig gyakorlatilag az infrastruktúra volt a gátja a további növekedésnek, hiszen azoknak, akiknek ez megfelelt, már kerékpárra ültek, ők nem tudtak olyan sok embert magukkal hozni, hogy ez egy nagyon nagy ugrást jelenthessen megint. Pedig egyébként az infrastruktúra iránt a 2 évvel ezelőtti felmérésünk szerint nagyon nyitottak voltak a magyarok. Hát látjátok, ez a 4,2-es like, ez egy 5-ös skálán van, és azt mutatja, hogy mennyire támogatják a kerékpáros közlekedés fejlesztését, és alatta van egy nagyon szép szám, majdnem 80%-uk kerékpározna, hogyha ez fejlődne. 35% azt mondta, hogy nagyon valószínű, hogyha javulnának a kerékpározás feltételei, akkor kerékpározna, és 45% azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartja. Tehát újra arról beszélhetünk, hogy nagyon nagy lehetőségünk van. De mi az akadálya? Nyilván mindenki sejti, hogy az autóközlekedést az akadálya, illetve a kerékpáros infrastruktúra hiánya, de azt is oda vezethető le, hogy nem szeretnek az emberek együtt közlekedni a forgalommal. Ha javulna az autóvezetők és kerékpározók közötti együttműködés, ha meglennének a kerékpársávok mondjuk a nagyobb utakon, vagy lennének olyan forgalomtól elzárt városrészek, amik éppen egyébként útba esnek, akkor többen kerékpároznának. Egyébként ez így volt régen. Tehát, hogy Budapesten, ez az 1930-as évben annyian kerékpároztak, mint most Koppenhágában. 37% volt a biciklivel közlekedők aránya. Viszont tudatos várostervezési döntések vezettek oda, hogy a kerékpározás visszaszoruljon. Az 1950-es évektől nagyon jól beletrafált ennek a grafikának a dán szerzője. Egy ilyen krikszkrakszos, nehézkes vonal, szerűség, néhol megszakad lett a kerékpározás számára elérhető út, és hát nem véletlenül történt így. Akkor az volt az elképzelés a fejlődésről, hogy adjuk oda a köztereket az autóknak. Csak látjuk ugye az adatokból ma, hogy ezt tartják a kerékpárra váltás akadályának az emberek. És a 2000-es évek bringás reneszánsza is igazából nem arról szólt csak, hogy kerékpározzunk sokan, hanem arról szólt, hogy hogyan használjuk a várost, hogy a város az mire való. Hát egy elég nehéz helyzetben vagyunk most, ugye úgy tűnik, hogy mindenki autóval közlekedik, azt is szokták mondani, hogy a többség autózik, de ez a számokból látszik, hogy Budapesten legalábbis ez nem igaz. Tehát ez így tűnik, mert sok helyet foglal és hangos. Ugyanakkor egy kicsit torzítva bár, de tényleg az a helyzet, hogy az egyéni autóközlekedés foglalja el a közterünk nagy részét, és ezen kell változtatni. Hát innen szép nyerni. De hát vannak Budapestnek erre célkitűzései. Már 2014-ben Tarlós István vezette főváros, elfogadta azt a mobilitási tervet, amit a 2019-ben az előző vezetés alatt újra megerősítettek konszenzussal, összpárti konszenzussal. Hogy a személygépjármű forgalmat vissza kell szorítani, kisebb legyen az összes megtett útban az aránya, és nőjön a fenntartható közlekedési módok aránya. A kerékpározást az 10%-ra emelnék meg az egész város szintjén. Kérdés, hogy ez a belvárosban most már megvan-e? Nyilván itt az egész várost nézzük, tehát Sashalomtól a Normafáig. 2014-ben még ez 2%-ra mérték. Hát egy ilyen helyzetben vitatkozunk ugye lépéseken, hogy mi vezetne el ide. 2014 óta eltelt 6 év, még van 10-ünk, hogy behozzuk 2030-ig. És ebben a helyzetben megérkezett ez a bizonyos koronavírus. Amikor fel kellett tennünk azt a kérdést, hogy hát hogyan közlekedjünk, mindenki azt mondja, hogy legyünk távol másoktól. Erre van két opció, van a nagyon sok ember számára hozzáférhető kerékpár, ha nincsen, akkor is olcsón lehet azért szerezni, vagy az autó. Hát sokan láttak ebben a válságban lehetőséget is, hogy egy kicsit formáljuk át a jövőt, és fel kell tenni azt a kérdést is, hogy melyiket bírja el a város. Hogyha a tömegközlekedésre az emberek autóba ülnek, vagy ha kerékpárra ülnek. Ezen kívül nagyon sok érdekes adat jött, kutatások voltak Kínában, Olaszországban, a Harvardon, Amerikában, amik azt mondták, hogy a légszennyezettség és a vírus terjedése között van kapcsolat. Ezek is olyan szempontok, amit a köztérhasználat mellett érdemes figyelembe venni. És itt jött az az ötlet Budapesten is, hogy kezdjünk ezzel valamit. Egyébként Budapest, itt ez a térkép azt mutatja, hogy különböző európai városok milyen lépéseket tettek a kerékpározás és a gyaloglás segítésére a koronavírus alatt. Budapest egy igazán kicsi pötty. Tehát az a sok vita, amit itt beszélünk, az európai összehasonlításban egy kicsi pötty, alig látszik. A leginkább sújtott országok, Olaszország, Franciaország, Belgium, ők igazán belehúztak. Szóval azért Rómát átalakítani, vagy Milánót átalakítani, még úgy is, hogy Milánó egy egészen bringás város, azért az bevállalás. Párizsban is tettek új lépéseket, bár ott a főpolgármester már régóta dolgozik ezen, az elődje is dolgozott ezen, most választották újjá a párizsi főpolgármestert, aki a radikális autómentesítést képviseli, sokkal keményebben, mint Budapesten, illetve Belgiumban is elég kemény lépéseket tettek Brüsszelben. Tehát, hogy ami nálunk nagyon durvának tűnik, az európai összehasonlításban annyira nem is erős. De hát a Kerékpáros Klub már... Januárban letettünk a főpolgármester asztalára egy 10 éves tervet, összefoglaltuk, hogy mit kéne tenni az egész városban, rövid távon, hosszú távon, milyen terveket lehet kiszedni a fiókból és megvalósítani, mik azok, amiket csak felfestéssel kéne megoldani, mik azok, amiket nagyobb beruházásokat jelent mondjuk a külvárosokban, és ezek között hát köszönjük szépen, nagyon sok minden megvalósult, és nagyon sok minden még persze várat magára. Javasoltuk, hogy a Bartók Béla útról folyó tervezést gyorsítsák föl, és kössék össze a két végén meglévő szakaszt, ez megtörtént. Elvileg ideiglenesen, reméljük, hogy itt is lesz döntés, bár ebben kevesebb volt a vita. A Tétényi útnak mi a teljes szakaszát javasoltuk, de ott csak végül is az Etele útig tudtak elővenni tervet a fiókból és megvalósítani. A Viláni úton ez megtörtént. A Baros utcai kerékpársávot most adták át 2 hete, itt nem messze. Az Ülői úton lett kerékpársáv. Most a metrópótlás miatt persze az egy kicsit ideiglenes, és majd utána rendesen ki kell építeni. A Pesti alsó rakpartnak javasoltuk, a többek között a Vajó nagyon régóta dolgozik érte, és nagyon sok más mindenki szereplő van, aki egyébként ezért dolgozott, tehát a Kerékpáros Klub is csak katalizál, ezt szeretném egyértelművé tenni, hogy nem mi csináltuk. Tehát, hogyha néha úgy tűnne, hogy úgy beszélünk róla, de azért kicsit büszkék is vagyunk rá. Na most, ez volt a side note, hogy az alsó rakpartot megnyitották ugye korzónak, hogy legyen tér az embereknek, hogy távolságot tartva tudjanak mégis kimozdulni. És nagyon sok útvonal van még az 5. kerületben, a 3. kerületben, a Újpesten, Ferencvárosban, Erzsébetvárosban, ahol nagyon-nagyon egyszerűen lehetne fejleszteni a kerékpározást, és ez még nem történt meg. És hát ugye megtörtént a Nagykörút, amit mi tesztnek javasoltunk, egy kicsit még tartottunk is tőle. Voltak olyan gondolataink, hogy hát ezt biztos nem fogják meglépni, aztán mégis. És hát ebből lett nyilván a legnagyobb botrány. De hát miről beszélünk? Azért, szóval ez nagyon érdekes, tegnap olvasgattam arról, hogy mekkora Budapest közúthálózata, 5.500 kilométer, tehát 5448 kilométer Budapest közúthálózata, ebből 4,1 a Pesti Nagykörút, tehát a 0,07%-a a budapesti összúthálózatnak. Hogyha mindenképp meg akarjuk duplázni, akkor megduplázhatjuk 8 kilométerre, és akkor mindkét oldalt beleszámoltuk. De hát nyilván a Nagykörút az Budapestnek egy jelképe, tudjuk, hogy egy nagyon forgalmas villamosvonal vezeti, tudjuk azt, hogy egy kerületeket összekötő tengely, ami egyszer egy csillogó bulvár volt, mára inkább egy kicsit koszos közlekedési folyosóvá vált. Van itt vasútállomás, mozi, színház, lakások, jobb-rosszabb éttermek és boltok. Tehát egy olyan hely, ahol igazából élünk, vagy élni próbálunk. Tehát ahol emberek megszületnek, meghalnak, elmennek randizni a moziba, szerelmesek lesznek, aztán elválnak. Tehát minden történik, ami egy városban történhet, csak egy kicsit olyan körülmények között, ahogy azt ismertük eddig. Nagyon vicces egyébként, tényleg. Tehát ennyiről beszélünk az egész városban. Imádom ezt nézni. És ez az egész egy olyan út, amire nagy szükség volt régóta. Hogyha leraktam van egy Bike Citizen nevű applikáció, játszatok vele, nagyon érdekes. A Blahára ide leraktam egy ilyen kis jelölőt, és beállítottam, hogy 15 perc alatt ilyen kiegyensúlyozott tekerési sebességgel, egy egyszerű városi biciklivel hova lehet eljutni. Most ez egy elég okos applikáció. Szerinte el lehet jutni a Délibe, el lehet jutni Lágymányosra, a Móricon túl, ki lehet menni Zuglóba, és egészen a Soroksári Dunaágig eljutunk vele kerékpárral. A Blaha Lujza térről 15 perc alatt. Tehát nem véletlenül volt nagyon, nagyon felkapott téma a Nagykörút biciklis körökben és városi körökben is. Hát volt itt bringás felvonulás. 2010-ben a Critical Mass itt volt megrendezve, akkor volt, hogy ráoltották a lámpát, a közvilágítást a felvonulókra, és akinek nem villogott a villogója, azt megbüntették. 2014-ben volt külön egy bringás felvonulás a Nagykörútért. 2016-ban a Ferenc körúton vittük az iBike Budapestet. Tavaly az iBike Budapest előtt egy 12 pontos listát adtunk le, hogy mit kéne megtenni fő dolgokat ebben a ciklusban az önkormányzati, a főpolgármester jelölteknek. Abban még csak azt írtuk, hogy induljon el a Nagykörút kialakítása vagy megtervezése. Hát nem gondoltuk, hogy ez ilyen gyorsan meg fog történni, de az sem persze, hogy jön egy koronavírus, és hirtelen az emberek nem ülnek autóba, viszont lesznek más igényeik. De amikor közösségi felméréseket csináltunk, a Nagykörút az első helyen a Rákóczi úttal, utána jön csak a belváros, külváros összekötése és a hidak járhatósága. Sőt, még ezt 2 évvel ezelőtt megkérdeztük a reprezentatív kutatásban is, hogy akadályozza-e a budapestieket, a nem mindennap kerékpározókat, vagy a nem kerékpározókat, hogy a Nagykörúton és a többi főútvonalon nem lehet kerékpározni, vagy nincsen kerékpársáv, az jött ki, hogy akadályozza. És ez bizonyítja az is, hogy hol kerékpároznak az emberek. Ott kerékpároznak, ahol kerékpáros infrastruktúra van kijelölve. Ez a tavalyi 2 darab Bringáz a munkába kampánynak a hőtérképe a userek által generált adatokból, hát remekül látszik. Budai Rakparti bringa út világít, Bartók Béla út világít, Hungária körút világít, Kis körút, Andrássy út, Pesti rakpart a 13. kerület irányából egészen a Margit hídig nagyon világos, aztán a parlamentnél valahogy így eloszlik, mennek valahova az emberek, sokan a Bajcsira mennek tovább, és hát ez a halvány vonal a Nagykörút, itt körbe. Remélem jövőre csinálunk egy hasonlót, és majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Aztán eljött ugye a sokaknak igazság pillanata, sokaknak a felháborodás pillanata. Április 27, ott voltam kint, én csináltam ezt a fotót, vigyorogtam, mint ez a villamos. És hát nyilván értem a felháborodást, szoktam autózni, van jogosítványom, utálok a dugóban ülni, és tényleg káromkodok, dühöngök, verem a volánt előttem, hogy mi van már megint. Tehát teljesen együttérzek mindenkivel, aki bedugult az úton. De én azt szoktam mondani azért, hogy ha az előtted lévő autóból valakinek ez segít, hogy kiszálljon és átüljön kerékpárra, akkor neked már jobb lesz. Neked lehet, hogy muszáj autóval menned, de akkor előbb fogsz odaérni. És előbb fog odaérni majd a bojleres is, aki jön neked segíteni. Viszont most hoztam egy videót, hogy visszaugorjunk az időben, mert nagyon jó, egy párhuzamos útvonal volt 10 évvel ezelőtt, amit elkezdtek kialakítani, és hát voltak róla viták. Voltak róla viták önkormányzatokkal, és voltak róla viták a közbeszédben is. Színvonalas viták. Ez egy kicsit most elveszett, de mindjárt próbálom átrángatni erre az ablakra. Összeszedem az egeret valahonnan. Hol vagy? Azt szeretnénk, ugye egy per is folyik, a főváros be lett perelve, hogy állítsák vissza itt a parkolóhelyeket a régi rend szerint. Ne sajátítsuk Budapesten csak kerékpáros itt. Biztos, hogy szükség van mindenhol kerékpárútra, tehát az itt az egész belváros már le van zárva. Nyugodtan lehet ott is kerekezni. Tarthatatlan állapot, hogy a belvárosba bemegy valaki vásárolni, és ne tudjon parkolni, ne tudjon megállni ott, ahol akar. Egy kétgyerekes család hétköznapi bevásárlását cipelje a mély garázsból az, aki ezt kitalálta. A kerékpáros nem fizet adót, kressz nincs, semmi. Ja. Hát akkor mire fel akarja az én fejemre nőni? Azt tudomásul kell venni, hogy Budapest szerkezete nem alkalmas erre. Persze. Például ezek a Demszki karók is csak fölöslegesen foglalják a helyet. Itt tulajdonképpen bőségesen volna lehetőség egy jó kerékpárút és egy jó parkolósáv kialakítására. Ugye a 40-es tempó, amit egy fiatal átlag ember, vagy 35-ös tart, azt szerintem egy városi környezetben útra való sebesség. Nem a járdára, és nem egy elkerített kettévágott járdára. Az összes kerékpárossal ugyanúgy fizettetnék valamennyi súlyadót, mint az autóssal. Majd kíváncsi lennék, hogy annyi biciklis lenne, mint amennyi most van. Szerintem nincs semmi baj a bicikli forgalommal az autókkal szemben, mert a bicikli az nem káros, az autó pedig igen. Az amerikai angol tudósok megállapították, ez a felmelegedés 500 évvel ezelőtt is így volt, ez a bizonyos kis ózonjuk, ami ott van, ez 1000 éve megvan, ennek semmi köze nincs az autóhoz. Kerékpárt az év felében senki nem használ. Tehát ez itt most is tisztán látszik, sehol egy kerékpáros. Én télen-nyáron biciklizem, és nagyon sokan vagyunk azért így. Jó, azt hiszem, hogy ez egy... elég is volt. A Kis körút akkoriban ugye egy nagyon nagy dolog volt, azóta mindenki megszokta. Része lett a mindennapi életünknek. Évente több mint 1 milliószor tekernek el rajta két irányba, és nem hiszem, hogy valaki azon gondolkodna, hogy ezt meg kéne szüntetni. Viszont van itt egy olyan kérdés is, hogy ez valójában ez csak egy hóbort-e, vagy arról van szó, hogy egy bizonyos politikai közeg szeretné ráerőltetni mindenkire a véleményét, és itt verseny van ebben a tekintetben, vagy, amit meg kell nyerni. Hát vannak törvényeink, ami azt jelenti, hogy nem versenyről van szó, hanem a törvényeink vannak, amiket be kéne tartani. Az 1988. évi első törvény a közúti közlekedésről így szól. A közútak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek. Most kérdés az, hogy betartjuk ezt a törvényt, és a kérdés az, hogy a körútnak a kerékpársáv nélküli állapota az törvényes volt-e, vagy törvénysértő. Ha valaki vissza szeretné állítani ezt az állapotot, akkor felelősséggel, önkormányzati közútkezelői felelősséggel azt mondaná-e, hogy állítsuk vissza a törvénytelen állapotot, vagy inkább arról kéne beszélni, hogy a többi úton meddig fogjuk fenntartani a törvénysértő állapotot, és mikor fogunk megfelelni a 88/1-es törvénynek, nem most találták ki, elég régen volt. Tehát végül is már hozzászokhattunk volna. És akkor nézzük meg ezt a körút esetén. A Nagykörúton ugye a gépjármű forgalomnak eddig ki volt jelölve hely, tudjuk, közút, lehet ott is kerékpározni, közösségi közlekedésnek ki volt jelölve hely, a gyalogos forgalomnak ki volt jelölve hely, bár a teraszok miatt kicsit gyengébb a szolgáltatás, és a kerékpáros forgalomnak, hát annak nem volt, illetve a közúton kellett osztozni. De mit jelentett ez a gyakorlatban, a mindennapokban? Hát jelentette ezt, tehát hogy lehetett az úttesten tekerni, persze, a tükrök között, hogyha éppen valaki elfért, és éppen valaki bevállalta. De nem mindenki vállalja be, fölmegy a járdára. Nyilvánvalóan ott veszélyezteti a gyalogosokat, és önmagát a kereszteződésekben, hiszen az autóvezetők nem számítanak rá, hogyha ott érkezik. Senkinek nem jó ez az állapot. Egyébként a BKK megszámolta ezt még 2014-ben, és tehát ilyen 30% körüli volt a járdázás aránya, a József körúton már ennél magasabb. És egyébként hát persze így is lehet közlekedni a Nagykörúton, ez is egy megoldás, de talán nem annyira megfelelő mostanában. És hát lehet így is. Tehát idén tavasz óta legalább törvényes állapot van a fővárosban. Lehet azt mondani, hogy nincsen tele mindig a kerékpársáv, ez egyébként azért van, mert a kerékpáros az könnyen megy és könnyen jön, már ott sincs, mire fölnézünk. A kerékpársáv az segít abban, például az előzőkre visszautalva, hogy lehozzon embereket a járdáról. A Kis körúton mértük, korábban 98% volt az úton közlekedők aránya, az a 2%, aki megmaradt, az valószínűleg egy renitens, az vagy mindig ott fog menni, vagy éppen futár címet keres, vagy még mindig nagyon fél, és nem fog lejönni. Ez idővel itt is be fog következni, még nem megy le mindenki a kerékpársávra, de lefognak egy idő után. És az autóvezetőknek is sokkal jobb, hogyha nem kell a tükrök között érkező kerékpárosra számítani, és egyébként megadja a lehetőségét annak, hogy azt a korábban idézett 10%-os arányt elérje Budapest. És akkor nézzük meg, hogy hogyan alakult a budapesti körút kerékpár forgalma. Itt az elején, április 19-e van, ott a végén múlt péntek. Ez 3 hónap alatt egy 6-szoros kerékpáros forgalom növekedés. Ez a 3 hónap alatti 6-szoros kerékpáros forgalomnövekedés a biciklisávon, illetve hát áprilisban még nem volt biciklisáv, viszont kb. Innentől már volt, nagyjából 1 hét alatt ért végig a festőgép, tehát innentől látszik egy nagy kiugrás, szó lett róla, elkezdték használni, és utána elkezdett szépen növekedni felfele, és mint láthatjuk, ez nem csak a koronavírus hatása. Tehát a koronavírusban nagyon sokan nem tudtak például a gyerekkel játszótérre menni, mert zárva volt a játszótér, úgyhogy a Margit-szigetre mentek ki például, de miután eltörölték a veszélyhelyzetet, véget ért a karantén, megmaradt a kerékpáros emelkedés. És hogy néz ez ki a többi kerékpárúttal kapcsolatban? Ez top 3 legnépszerűbb biciklis útvonal Budapesten, ugyanebben az időszakban. A legfelső, a piros, az a Bem rakparti kerékpárút forgalomszámlálóinak adata, hát ilyen 6000 fölötti számok voltak az utóbbi 1 hónapban. Itt jön lent, legalul a Nagykörút, az oktogonnál mérték, és elkezd szépen növekedni. Nem tudom, mennyire látszik távolból, de van egy kék vonal is, ami még előzi a Nagykörutat, de nem sokáig. Május közepétől elkezdi a Nagykörút lehagyni a kék vonalat. A kék vonal az az Árpád hídi kerékpárút, 15-20 éve van meg, tehát egy igazán bejáratott bicikli útvonal Budapesten. És szépen, ahogy haladunk előre, a középső az már a Nagykörút lesz, tehát a második legnépszerűbb kerékpáros útvonal lett a Nagykörút Budapesten. Mint mondtam, ez megmaradt a koronavírusos karantén feloldása után is, és ha valaki meg szeretné szüntetni a nagykörúti kerékpársávot, akkor csak mondanom, a második legnépszerűbb budapesti kerékpárútvonalat szeretné megszüntetni, és lesz ez még az első legnépszerűbb is, igen, télen is. És hogy néz ki egyébként a kerékpáros forgalom Budapesten? 3 mérőt hoztam el megmutatni, Árpád híd, Bem rakpart, Weiss Manfred út. Mint mondtam, minden évben volt egy kicsi emelkedés, idén viszont kilőtt a kerékpárforgalom. Az látszik a tavalyi adatokhoz képest, hogy míg a autóközlekedés először felére, 60%-ára visszaesett a veszélyhelyzet bevezetésekor, a tömegközlekedés ugye 10-ből 9 utast elveszített, és még nem szerezte vissza mindegyiket, addig a kerékpárforgalom a tavalyihoz képest nem változott. Egy helyen változott, a Múzeumkörúton, ahol az egyetemek ugye bezártak, akkor a könyvtárak bezártak, az irodaházak bezártak, de ott is szépen megvan azért a tendencia, és látszik az, hogy tavasszal nagyjából megvan az a kerékpárforgalom, idén nem volt iBike Budapest, úgyhogy az áprilisban nincs egy akkora kiszögellő nap, és aztán szépen kilőtt. De mondom, még ez a 3-on kívül a Hungária körúton is megvan a növekedés, nem ennyire látványosan, de ott is nagyobb adatok jönnek. Megdőltek kerékpáros rekordok Budapesten, május elején megdőltek az olyan rekordok, amikben még nem számolták bele az iBike Budapest napját, ami elment 25 000 bringás 2018-ban a bicikliút mellett, de aztán ezek a normál napi rekordok után az all-time rekordok megdőltek júniusban, július elején a Hungária körúton is, ami azért nem egy igazi kiránduló útvonal, ott a MTK stadionnál van a mérő, és látszik az, hogy hát újra nyílt a kerékpáros boom Budapesten, nem csak a gazdaság nyílt újra, hanem a bringás forgalom is, és nehéz nem összefüggést találni a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés és a kerékpáros közlekedés növekedése között. Megint ez a kihasználatlan biciklisában a Nagykörúton szörnyű. Hányan vannak rajta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abból 1-2 gyerek biciklin, egy harmadik a gyerekülésben. Ezek a biciklisták, szörnyű. Mindenhol ott vannak. Adtam egyszer egy interjút nagyon sok tévének idén tavaszra, az egyiknél volt olyan, hogy itt álltunk a Nyugati téren, és jöttek mögöttem folyamatosan a bringások, de csak olyan vágóképet vágtak be, amin egy se jött, és aztán a riportban is az jött ki, hogy nem használják a kerékpársávot. De hát kik ezek az emberek? Ugye a médiában ez úgy szokott lejönni nagyon sokszor, meg az ilyen vitákban, hogy a biciklisek elveszik a helyet az autósoktól. De ezek az emberek egyébként lehet, hogy máskor autóznak, lehet, hogy máskor villamossal utaznak. Egy olyan különbség van viszont, hogy most éppen biciklire ültek, mert vonzónak találták ezt az eszközt, és egyébként eszközt választanak az emberek. Hogyha az autózás lesz vonzó, akkor azt választják. Ezen az eszközön viszont be tudnak ugrani, mondjuk fagyizni, hogyha az egyik gyerek ott elől elkezd kiabálni, hogy anya, anya, itt egy fagyizó, álljunk meg szépen. A villamoson azért elég könnyű lepattintani egy ilyen igényt, autóban meg lehet, hogy észre se veszik. Úgyhogy én azt mindenképpen kiemelném, hogy amikor ilyen képeket látunk, ne abban gondolkodjunk, hogy biciklisek és autósok. A villamososokat nem szoktuk így meghatározni. Eszközválasztó emberek vannak Budapesten is és máshol is, akiknek, hogyha ezt az egyszerű és olcsó eszközt egy ilyen egyszerű és olcsó megoldással vonzóbbá teszik, akkor használni fogják. Közöttük, én nem tudom, nem kérdeztem meg őket, amikor lefotóztam, lehet, hogy jobboldaliak, lehet, hogy baloldaliak, lehet, hogy a rockot szeretik, vagy a technót, de az úton az látszik, hogy nagyon sokan ott vannak közöttük, és mindegyik csak egy eszközt használ, és ettől nem lesz másmilyen ember. De nem akarom kerülgetni, nyilván itt van az elefánt a porcelánboltban. Van egy másik fajta forgalom is a Nagykörúton, ami az egész konfliktus tárgyát okozza, ez pedig az autóforgalom. Ez egy 2014-es januári mérésnek az adata, az útügyi lapokban el lehet olvasni a tanulmányt, aminek a része volt, ez egy megjelent tanulmány, és hát itt az látszik, hogy a Szent István körúton 42 000, aztán a Visegrádi utca után 46 000 autó közlekedik rajta, Erzsébet körúton 33 000, 31 000 a József körúton, és utána már nincsen szám, a Petőfi híd az vastagabb, az 61 000, de azon rajta van a Közraktár utca, Soroksári út is. Tehát, hogy itt van egy óriási autóforgalom, ami azóta valószínűleg növekedhetett is. Ugye 2014-ben voltak a belvárosi forgalomcsillapítások, utána nem sok, viszont nőtt 100 000-rel a budapesti autók száma, és 100 000-rel a Pest megyei autók száma is. És hát ez egy tényleg kényes politikai döntés lehet, amikor egy ilyen számot ismer egy döntéshozó, de azt nem tudja, hogy a kerékpározók azok mennyien lesznek majd, ha segítek nekik. Ebben mondjuk elég jó volt ez a koronavírus, hogy visszavetette az autóforgalmat, és utána nem biztos, hogy vissza is kell engedni a városba. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakul a forgalom kapacitása, bocsánat, itt az egerem az mindig elveszik, hogyan alakul ez a piros vonal egyébként a mindennapokban? Hát szintén piros. Ugye ismerjük a Google-t, ami be lehet kapcsolni a forgalom jellemzőket, baleset, 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 ott is, ott egy lezárás, és piros az egész, ezt délután csináltam, nem tudom mikor, egy átlagos délutáni forgalomnak az aktuális állapota, dugó van a városban, hát nyilván ugye csak a Facebook kommentelők szerint nem volt dugó a körúton, mielőtt a biciklisávot felfestették, viszont ebből ki lehet azt is hozni, hogy hát a körúton nem volt mindig dugó. Tehát nem csak a biciklisáv előtt volt igazából, hanem az előtt viszont nem volt, és még lehet az is, hogy ezután ne legyen. Tehát ne az autóforgalom dominálja a nagykörúti elegáns bulvárunkat, hanem valami más, hanem emberek útvonala legyen inkább, autók helyett. Gondoljunk vissza arra a 67%-ra, ugye, akiknek már elérhető volt az 2 éve, hogy kerékpározzanak. És mielőtt ezt valaki még ilyen nagyon lilaködös dolognak gondolná, amit mondok, azért volt már erre példa. Tehát amikor felújították a Margit hidat, akkor autóval nem lehetett átmenni rajta. Volt egy kicsi ideig, volt egy kis káosz, láttam minden nap, utána megszokták az emberek, szokást változtattak, közlekedési eszközt változtattak, vagy útvonalat változtattak, és a Nagykörúton is minden évben van ilyen időszak, amikor felújítják a villamospályát és buszsávot jelölnek ki a szélén, első nap mindig káosz van. És most jön a következő videóm, amit megpróbálok megmutatni. Hú, itt van, jaj, de izgi. És hol az egér? Na, ezt a videót a híres nagykörúti dugóról június elején csináltam 8:30-kor az Erzsébet körút Király utca sarkán. Valószínűleg megtörtént újra az, ami a Margit híd lezárásakor, vagy a villamospótló buszsávok kijelölésekor elpárolgott az autóforgalom. Az emberek valahogy megváltoztatták a szokásaikat. Ez még azelőtt volt, hogy elmentek nyaralni. Ja, nem hétvégén. Az a lámpa piros volt. Na... Szóval mit csináljunk az autókkal a körúton, mennyivel csökkenhetett vajon az autós kapacitás? Hát, hogyha valaki szokott autózni a körúton, én szoktam, és azt tanultam meg, hogy a belső sávban kell menni. Miért a belső sávban kell menni? Azért, amit ott látunk a képen. Az emberek kanyarodnak jobbra, keresnek egy utcát, keresnek egy boltot, meg akarnak állni. Ő nem itt parkol, ő oda akar éppen beállni. Egyébként látszik az index. De van, aki ott parkol le a külső sávban. Tehát aki haladni szeretne a körúton, az egyenesen szeretne menni, az a belső sávot próbálja preferálni. És voltak ilyen tanulmányok, amik azt mondták, ellentétben azokkal a hangokkal, hogy ugye, 2 sávból egyet leveszünk, akkor levettük a fele autóforgalmat. Tanulmányok szerint nagyságrendileg ez egy olyan nagyjából 1/3 veszteség lehet, emiatt a külső sáv funkció miatt. És egyébként még az is lehet, hogy ennél ezt még el sem érte ezt az 1/3-ot az autózás visszaszorulása. De hogy miért van ez? Hát nagyon egyszerű, van ez a régi mondókánk, hogy a kapacitást azt autó helyett emberben kéne mérni. Tehát úgy kéne nézni, hogy felállunk egy pontra, és azon a ponton hány ember megy át. Én értem, hogy az autó nagy és hangos feltűnő, viszont ott van a villamos is, az viszi el az igazi tömeget. Most már ott van a kerékpársáv is, hogyha megnézzük, egy autó helyén 4-en állnak éppen a pirosnál, nem beállított fotó, tényleg megálltak a pirosnál, és ugye egy autónak nem akkora tér szükséges, amekkora a kaszni maga, hanem egy fékút is, mert 50-nel megy, és valahogy meg kell állnia. Hogyha itt azt, én olvastam egy kommentet, azt hiszem Terézvárosnak volt a Facebook oldalán, írta egy körúti lakó, hogy én itt lakom, és nagyon örülök, igen, dugó van, nagyon örülök, hogy egy sávon van dugó, és nem 2-n. Köszönöm szépen a kerékpársávot, mondta ezt valaki. De hogyha most ezt egy kicsit visszahozom ide, azt láthatjuk, hogy a kerékpársáv az megteremti azt, hogy emberek egészséges, másoknak nem káros módon tudjanak nagyon hatékony helykihasználással közlekedni. És hogyha itt jön egy második hullám, és már pedig jönni fog valószínűleg, mindenki ezt mondja, akkor erre szükség lesz, és talán még nőni is fog a körútnak a forgalmi kapacitása vele. Hát persze vannak kifogások mindig, ezt ismerjük, amikor 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt a Hungária körútra mondták azt, hogy majd megszünteti a dugókat a belvárosban, mondták az M0-ás kereti szektorra, hogy majd megszünteti a dugókat a belvárosban, de hogy nem tettek ezért semmit. Most éppen az M0-ás nyugati szektora az a kifogás, ami miatt nem lehetne kerékpárral elmenni, bevásárolni az Erzsébet körúton. Vagy majd, hogyha lesz P+R parkoló, ami azoknak épül a budapestiek pénzéből, akik kiköltöztek Budapestről. Hát vannak eszközeink, azt szeretném csak ezzel mondani, tehát vannak forgalomcsillapítási módszerek, ezen a környéken majdnem 10 éve vezették be, nagyon jól bevált, most a környező kerületek próbálkoznak vele, nyilván az első pár napot meg kell szokni, de ott is be fog válni, hogyha kiterelik a forgalmat, az átmenő forgalmat, és megvédjük a lakóövezeteinket. Ez ugye mindenkinek az érdeke igazából. Tehát meg kell védeni a lakóövezeteket, meg kell védeni az egészségünket, azt, hogy ki tudjunk menni gyalog az utcára, gyerekekkel ki lehessen menni az utcára, és megállítsuk azt az elvándorlást, amihez az vezetett, hogy nem élhetőek a közterek. és nyilván ugye ennek a visszaingázásra való hatását. Az eszközeink megvannak, tehát nem kell milliárdos beruházásokra várni vele, hanem elég megfordítani pár táblát, felfesteni egy kerékpársávot, jönni fognak a kerékpározók, vagy segíteni abban, hogy több ilyen képet láthassunk, fiatal anyuka, gyerekülésben pici gyerek, előtte a nyuszi, mindez a Teréz körút és a Podmanicki utca sarkán. Hát nem tudom, hogy ilyet lehetett korábban látni a körúton, szerintem már megérte ezért. De nyilván hát mindig el kell mondanunk, hogy mit nyerünk a kerékpározással, egy igazságos mobilitási eszközt, ami a legtöbb ember számára elérhető. Főleg ugye olcsósága miatt ez a user szempontjából azt jelenti, hogy mondjuk 2-3 tank benzin árából gyakorlatilag fönn tud tartani egy közlekedési eszközt, és ebben mondjuk a vásárlást is beleértem egy átlagos biciklire, mert akkor már nem kell elvinni abban az évben nagy generálra. Beruházói vagy önkormányzati oldalról ez azt jelenti, hogy nem kerül milliárdokba a kerékpározás fejlesztése. Ez a sárga csík, hát ez nem került nagyon sok pénzbe, hogyha azt nézzük, nem is volt a költségvetésben erre félretéve sem ennyi. Kicsi helyen elfér, tehát ha le akarok parkolni valahol, itt lekötöttem a villanyoszlophoz, ugyanakkor nem kell neki annyi parkolót építeni, nem szennyezi a levegőt. Ugye most mindent megteszünk a koronavírus elkerülése érdekében, de az évi Magyarországon mintegy 13 000 korai halált okozó légszennyezés ellen azért annyira nem vagyunk nagyon aktívak. Kerékpár egy csendes közlekedési eszköz, a zaj csökken, a zajjal együtt nő a stressz. Ez nyilván lehet egészségügyi számokat erre hozni. Engem legjobban az zavar, amikor a barátnőmmel lemegyünk giroszért a körútra, és nem tudunk beszélgetni az utcán, mert akkora zaj van. Egészséges, a napi testmozgással nyilván növekszik az élettartam, és csökken a betegszabadság, tehát többet tudunk dolgozni. Gyorsasága a számomra azt jelenti, hogy nem állok a dugóban, viszont azt is jelenti, hogy kevesebb időt veszitek, tehát később tudok mondjuk felkelni reggel, hogyha elmegyek dolgozni. Levezetés nem okozza a stresszt, tehát még élvezem is közben, közösségi tereket hoz létre, gyerekeket, ahol sokan kerékpároznak és kevesebb az autó, jobban ki lehet engedni például az utcára, vagy el lehet engedni a kezét az utcán, és segíti a helyi gazdaságot. Tehát a kerékpározók többször vásárolnak, nem a városszéli hipermarketben, hanem a helyi boltokban, több idejük van és több pénzük marad a szabadidő eltöltésére, és mindenhez kevesebb helyigényük van. Ezt nyilván felismertük. Tehát a város azt mondta, hogy 2014-ben 65% volt a környezetbarát közlekedési módokat használók aránya Budapesten, és ez 2030-ra 80%-ra fog nőni. 15%-kal, ez egy ilyen fővárosi anyagból van, azt kiemelném, hogy azt mondja, hogy 15% ponttal nő 2030-ra. Nem nő magától, akkor nő, hogyha teszünk érte, és hát mit kell tennünk érte? Hát nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, hogy jó, mi lesz itt szeptemberben? Mi lesz akkor, amikor visszatérünk a normális kerékvágásba? Ezt én azt szoktam megkérdezni, hogy mi a normális. Tehát normális-e az, amikor így biciklizünk, úgy biciklizünk, vagy úgy próbálunk biciklizni, és közben egyébként nem ártunk senkinek. Azt javasolnám mindenkinek, hogy találjuk ki az új normálist, és legyen az az új normális, amikor a főutak mellett lehet kerékpározni. Ez nem egy szerzett jog, ez egy fair helyzet lenne, egy fair minimum lenne, amikortól lehet esetleg arról beszélgetni, hogy itt szükség lenne az autó közlekedés korlátozására. Sokan mondják azt, hogy most itt kiszorítják az autókat Budapestre, ez nem igaz. Egy minimum helyzetet hoznak létre ahhoz, hogy el lehessen jutni A-ból B-be. Nagyon sok útvonalon ez még hiányzik, a Váci úti iroda folyosón hiányzik, és még lehetne sorolni tovább azokat a kerületeket, mondjuk Kelet-Pesten, akik nincsenek összekötve a szomszédjaikkal. A Nagykörúton ez a fair helyzet felállt, tehát megvan, a törvényi kötelességeknek megfelelünk, és aki megszüntetné, azt tehát megkérdezném, hogy azokat a társadalmi, gazdasági, egészségügyi hasznokat akkor nem kérjük-e? Vagy vállaljuk azt, hogy egy törvénytelen helyzetbe megyünk vissza, nem tartjuk be a közlekedési törvényt? Én azt mondanám inkább, hogy hosszabbítsuk meg Budára is, és a város céljait tartsuk be, mindenki egészségét tartsuk szem előtt, azért is, aki nem kerékpározik. Eddig könnyű volt róla nyilván beszélni, de most már cselekedni kell, vagy meg kell hozni azt a döntést, hogy maradjon. És hogy miért maradjon? Hát azért, mert nem mindegy, hogy hogyan élünk ebben a városban, nem így volt egyébként, tudom, hogy kell írni ezt a szót. Szétsúszott, bocsánat. De a Kerékpáros Klub régóta mondja, hogy ahol jó kerékpározni, ott jó élni, és hogy a kerékpársáv az nem csak a kerékpározásról szól. Hát, hogy milyen kerékpársávra van szükség, az Berta fogja elmondani, és hogy ez mit hoz a városnak, a különböző kilakítások, azt is ő fogja elmondani, és azt, hogy egyáltalán a körúton hogyan élünk, ezt a következő előadók mondanák el. Én köszönöm a figyelmet, és átadom a szót Ongált Richárdra.